8 győzelem, 7 döntetlen, 10 vereség, ez volt Ben Stork mérlege a magyar labdarúgó válogatott kispadján. Szélesi Zoltán váltja majd ideiglenesen, aki az U17-es futballválogatott szövetségi kapitánya. Megbízatása a csapat két idei barátságos mérkőzésére, a Luxemburg és a Costa Rica elleni meccsekre szól. Arról azonban egyelőre csak találgatások vannak, hogy hosszú távon ki lesz Stork utódja. A norvégok kétszeri legyőzése EB részvételt ért. Az osztrákok legyőzése után az utcán ünnepelték a szurkolók 2016 nyarán. Feuer 2017 októberi 1-0-ás legyőzésekor ezek a szurkolók azt kiabálták Auf Wiedersehen. A volt szövetségi kapitány 2015-ben csatlakozott a válogatotthoz. A világranglistán 46. helyen voltunk, amikor kinevezték sportigazgatónak. Novemberben a norvégok elleni pótselejtezőben már a 20. 2016 májusában az EB előtt a 18. helyen állt a nemzeti 11. Majd idén októberre visszacsúszott az 53. helyre. Csank János, a válogatott volt szövetségi kapitánya szerint az MLS türelmes volt Storkkal. Nem Storkban láttam én a legjobb kapitányt. Az, hogy most ő elment, az teljesen normális volt. Sőt, nyugodtan mondhatom, hogy vele szemben még a türelem is sokkal hosszabb volt, mint adott esetben a régebbi magyar kapitányokkal. A magyar válogatott egykori tagja, Rutka János szerint nem lesz egyszerű új kapitány szerződtetni. Nem lesz egyszerű helyzetben az, aki ezt a feladatot elvállalja és kiválasztásra kerül. Ugye jelen pillanatban sajnos Magyarország nincsenek olyan valóban nemzetközi legis erőszintet képviselő játékosai, akikkel vérmes reményekkel lehetne nekindulni bármilyen selejtező sorozatnak. Ben Stork távozása után két kérdés is felmerült, ugyanis nem csak szövetségi kapitány volt, hanem sportigazgatóként is felelt az utánpótlásért. A szakértők többsége azt mondta, hogy valószínűleg a Magyar Labdarúgó Szövetség ezt már nem fogja megengedni. Szabados Gábor sportközgazdás szerint Stork valóban leírta magát, de nem könnyű megtalálni az utódját. Idehozni egy külföldi edzőt, akár mondjuk egy ismert edzőt, az természetesen lehet egy nagyon jó döntés hosszú távon, de egy ilyen edzőnek azért mindig kell egy kis idő, amíg megismerkedik a magyar közeggel, a játékosokkal, és egyáltalán azzal, hogy a magyar futballban mi hogyan működik. Na most ebben viszont az a probléma, hogy itt kell egy rövid távú eredmény, ugyanis a 2020-as Európa-bajnokság selejtezői következnek. Ben Stork nekem picit olyan, mint a valakit elhívtak egy lepráshoz, hogy meg kéne gyógyítani, és lespinkeli. A hashtag Bocskor című műsorunkban Gangsta Zoli is beszólt a volt szövetségi kapitánynak. Kérdés, mit szól majd az utódjához? Sajtóhírek szerint ugyanis a nem éppen higgadságáról ismert 78 éves legenda Giovanni Trapattoni is bejelentkezett az MLS-nél, hogy ő is szívesen irányítaná a válogatottak. Szakértők szerint viszont erre nem sok esély van.